programokban és szakmai eredményekben gazdag évet zártunk a művészeti iskolában. Az első fél évben számos zenei, illetve képzőművészeti versenyen vettünk részt, nagy sikerrel. Képzőművészeink ebben az évben minden országos versenyen díjazottként szerepeltek, ami azt jelenti, hogy több száz iskola közül az egyik legrangosabb iskolai eredménylistát tudhatjuk magunkénak. Társas táncosaink is rendszeresen föllépnek különböző regionális, illetve egyéb versenyeken, ahol szintén mindig gazdag eredményekkel jönnek haza. A nyáron 11 darab tábort tartottunk, amire nagyon büszkék vagyunk, mert a tábor az azt jelenti, hogy a gyerekek nyáron is nagy örömmel és szeretettel jönnek hozzánk, ami mindig nagy feladat a tanárainknak, de az egy lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek spontán a módon találkozhassanak az őket tanító pedagógusokkal. Egész nyáron tele volt a ház, aminek nagyon örülünk. Egész évben nagyon jó kapcsolatot tartottunk az iskola pécsi telephelyével, mert azt tudni kell a kozármisenieknek, hogy a Kozármiseni Művészeti Iskola, mint név, nem csak Kozármisenyben szerepel, hanem Pécs több telephelyén is működünk, illetve Olaszban, Egerágon, Bogádon szintén a Kozármiseni Művészeti Iskolában tanulhatnak a gyerekek. Ebben az évben egy új pedagógiai feladat várt ránk. Művészeti oktatást indítottunk el a Waldorf pécsi iskolájában, ami mind szakmailag, mind pedagógiailag egy nagyon jó munka a kollégáim részére, és nagy szeretettel végezzük ezt a feladatot is. Voltak külföldi útjaink is, egy orosz nemzetközi verseny elnyerésével képzőművészeink Szaratovban jártak, illetve Falinszkban, ahol egy híres orosz festőnek a szülővárosa helyezkedik el. Oroszország egyik legszebb nemzeti parkja, kellős közepén voltak a gyerekek, illetve a tanárunk is, és nagyon szép élményekkel jöttek onnan haza. Rengeteg külső fellépésünk volt, a regionális cselló versenyen első helyezést értünk el, zenész gyerekeink is 17 tanszakon, különböző helyeken szerepeltek, Pécsen, Budapesten, sok helyen vitték Kozármisen nevét. Nagyon büszke vagyok a gyerekeinkre, illetve az itt tanító kollégák szakmai teljesítményére is. Számomra egyre többet az a gondolat válik nagyon fontossá, amit egy olyan orvos, illetve orgonista teológus, aki béke Nobel-díjat kapott, fogalmazott meg, és az egész életét ennek szentelte, hogy az élettisztelete az a legfontosabb. Albert Schweitzerről van szó, és ha üzenni kellene a kozármisenieknek, akkor sokféle szempontból érdemes ezt az Albert Schweitzeri életutat végig gondolni, és az elesetteket és a bajban lévőket segíteni. Azt gondolom, hogy a művészeti nevelés amúgy nagyon sokat tud tenni azért, hogy a gyerekek úgy nőjenek fel, hogy szenzibilisebbek legyenek, hogy megértőbbek a társaik felé, és jobban elfogadják a gyengeségeket, illetve nagy szeretettel forduljanak a tehetségek felé. Nagyon fontos az, hogy úgy nőjenek fel, hogy szeretetet tudjanak adni a gyengéknek is, és támogatni tudják a társaikat, barátságaik által, hogy mindenki elérhesse azt az eredményt, amire képes. A művészeti iskola tanárai nevében a kozármiseni lakosoknak boldog és szeretetteljes karácsonyt kívánok.